Jó, menni te tőle. Gyere, van egy tervem, a kaját. Baj, az nagyon jó, nagyon szétbasztom a térdemet. Jaj. Kicsit lesz. Jaj, Istenem, jaj, ne lövdössenek, kérem. Nagyon-nagyon kéjel vagyok. Na mondjad, Gúdám, mondjad, Gúdám. Aztán lassan leesik, ha vértük a szintem és összefogok esni, akkor talán megsajnálnak. Ha megéri ezt neked, meg megéri ezt. Jó, kurva éhes vagyok. Várjál, van nálad, mutyi mi van nálad? Nem mondod, van nálad mutyi mi? Van nálam egy sportszelet, geci! Nálam is lenni sportszelet, add mi? Hát nem tudom. Várjál, itt van a sportszelet! Kicsit arrébb menni, Len. Oda adtam már neki a sportszeletet. Én is adni neki már egyet. Egyé sportszeletet, egyé. Jól mondjad, jó a sportszelet. Jó, nagyon jó a sportszelet. A mutyi, az micsoda lenni? Ó, a mutyi, nagyon finom étel. Van mellé üdítő is, de nem lehet kapva már. Hát de figyelj már, én nem tudom mi van. Most mi a terv? Mádár. Elmenjünk kocsmázni. Hát de most nem akartál bemenni a rendőrségre, hogy kapjál kaját. Amúgy ma ettem egy csoki. A te csokidat. Hát most a csoki ad elé? Hát nem, el kéne menni Marikához is. Marika, na, itt vagyunk már a rendőrségen, érted? Napot. Jó napot. Na, szóval, akkor mi legyen a terv? Kérem, kérni való. Ott menni két ember, oda menni kérem. Van-e fárcsékek, ha ismernek? Na, mutassál már be itt a jó embereknek már itt. Hát nem tudom, hogy mit volt az a rendőr. Csak mindegyik jó, és aztán jó lesz, hogy megyünk. Várjál, mekkora köröket írsz le már itt, jó Istenem. Hello, jó nagyon, hey. Jaj, Istenem, a mutyi fingját neki, csak mi van itt, azt hiszem. Na, tudom, mire gondoltál itt Kultán! Mi rád nem magad, te bolond? Jó, én ügyekszem, várjál, itt. Várjál, megnézem abban a bukszában, van-e valami kaja? Itt ebben a nagy bukszában, itt nincsen kaja. Nem hiszem, hogy a hölgy tart magánál. Hát, keresek valamit, hát hallod? Kultára, de ebben a bukszában nincsen semmi. De tök jó, hogy megnéztem, hogy mi van, tudod, nem láttam semmi benne. Itt ez a növéket, ez jó lesz, hogy már nem. Csomor kis vannak. Bocsi, csak úgy megy, hogyha a kölgök a prostata, tudod? Na, már is jó. Várjál már, azt hiszem az a rendőrány, az a gizikének az unokája lesz, azt hiszem. Az, akinek a számát majd el kell kérnünk a Csabának. Amilyen kell? Elgondolom azt. El akarja rabolni? Mit akarod elrabolni? Hát gondolom a szívét, vagy elrabolja, mint hogy a cigányok szokták. Mi? Elrabolni a szívét? Hát biztos el akarja adni. Hát nem gombapörköltet akar bele csinálni. Nem tudom. Gombapörkölt. Hát nem is lenne olyan rossz.
Figyelj már, fehér hajú, fehér hajú lány, figyelj már rád. Hát... De a sukár vagy, hogy mondják itt erre felé, hát... Na most miért mész el? Hát... Én olyan rendesen, de meg is fürödtem az esővel láttam végig, hogy ne legyek büdös. Hát... Egy hétig paraszkodtak az alsógatyámra, most azért mész, szarim? Menjünk el levegőre egy kicsit, menjünk el. Most te is azt mondod, hogy büdös vagyok, én nem szorokozzál már vele, mert... Igen, az vagy. Te is ugyanolyan büdös vagy. Ugyanabból a kukából szabász vittél, menjél a gyáva, tudod mit? Te is mit nézel? Mindenki néz. Most én megyek ki, csombik. Nagyon fülye ez a bokor. Most mi a terv? Mi a terv? Hozzám se szólt. Nem nevelték hol ezt a lány. Tessék. Figyelj ma! Mit a? Nincs a valami fedél alatt valami kuka. Belenni? Ne így csicsen kuka. Jönni. Amit mondott a karcsi? Amit mondott a karcsi? Beszéljél már te, disztó! Kassandrának hívják, Kassandrának. Kit a lányt hívják Kassandrának? Igen, nektek a számat meg kérni. A számat? Miben van a lány? Mert megnézem. Ott van a... Nem az. Mi a... Nem biztos, már nem megkérdezem tőlem. Határozott léptekkel előre behatolok az épületbe. Itt, várjál, megtávozkodok egy picit. Na, szóval, határozott léptekkel előre haladok. Várjál most abból a nőből férfi lett. Guldár! Most nagyon be vagyok nyomva, vagy abból a nőből tényleg férfi lett. Ott figyel. Az ott mindig is férfi volt, vagy most nő? Meg majd mi van? Ez egy másik. Másik? Az egy férfi, de... Az egy négy tagú férfi. Ha jó van, nem baj, biztos ismerik. Olyan sok nőt nem dolgozhat itt. Mert én már nem tudom, hogy mi dolgozik itt. Na. Persze. Figyeljen már kátéren. Uraim, maguk hatan ide tudnak figyelni rám egy pillanatra. Hárman, de jó. Milyen hárman? Én hatot látok rám. De szóval magának itt mellettem, itt mellettem. Valami Kassandra nevű nőt kell keresni, azt mondták, hogy el akarják rabolni a szívét, a gombapörköltet akarnak belőle csinálni. 14.
Nem meneküljél, basz? Mi? Csak rádióztam. Ja, fel sem vagyok rád. Na, szóval ezt meg a Kassandrának el... Bemutatkozna, uram? Persze, persze, a barátaimnak Csői Larry vagyok. Csői Larry. Larry? Csői Larry. Ja, igen, igen. Lukács Larry. Nehogy idehány. Nem az, a Guldár szokta, a Guldár szokott állni. Én már meglocsoltam a túlját, biztos szép lesz. Larry! Isten áldjon meg téged, úristen! Aj, Guldár! Aj, barátom! Megint ilyen veszett! Guldár! Istenem! Hívjon valaki egy mentőt! Egy mentőt hívjon valaki! Hogy a Sandrának kedden menni akar szállításra, mondd meg neki a személybe, hogy nem megy, majd én megyek szállításra kedden. Ő meg megfogja, azt megcsinálja szépen a háres dolgát, mert már nem fog jönni. Én nem akarok közbevágni, uram, de éhen halt a Guldár! Segítsenek neki, hát állítólag két napkönevemet, hát most... A két embernek hozzám tartozni, Milyen kevek van? Szegények! Guldár, hozzak neked egy csokit! Várjál, a kukába találtam valamit! Itt van még a legutóbbi patkány, kiviszem neked, várjál! Egy kicsit húgyos, baszki, bezárták az ajtót! Guldár! Bezárták. Kinyitni ajtót kérni. Tessék. Köszönjük. Jaj, itt van Guldár, fogd meg! Kicsit álljon félre, uram. Beviszik az esőből. Hát jó, az legalább fürdik egy kicsit. 1, 2, 3. Hát, over. Te is milyen nyomorútól tudsz meghalni? Leesett a cukra? Hát már nem evett 3 napját, nézzem már rá! Csak azért nem érződik rajta a hajnali húgyszaga, mert már reggelt az esőbe sétálunk legalább 3 napja. Ok, jó napot kívánok. Üdvözlöm. Jó napot kívánok, Magyar György vagyok, jó napot kívánok. Most alszik ott a sarokba. Miben segíthetek? Terkölcsi bizonyítvány szeretnék, jó napot kívánok, Magyar György vagyok. Jövök 8 órára ide gyakorlatra magukhoz. Guldár, tartsák kédesem! Egyen, ha meghalsz, egyéb lehet a mucsi mi illetve. Nem tudom, mert tudok el iszakadni. Itt az úriember összeesett, a másikben van baszva, a hölgy velük van. Itt az úriember meg jön hozzá kizérni. Jó napot kívánok! Keresse munkát, azt kezdjen új életet! Milyen munkát kezdjek már, de sértegessél már rekemet, hogy elmegyek dolgozni! Ilyet mondaniatt mondta, hogy elmegyek dolgozni! Dolgozom meg magam! Hogy nekem az élethez való jogom van, az élethez való jogom van, azt teszem, amit a kukámba találok. Milyen munkához való, milyen szociális vizéből érkezett maga, én az ODS-re szavaztam, az ODS-re bizonyám. Nyugodjanak meg, kérem. Az Országos Demokratikus Szövetség, az az igazi, az elnök, miniszterelnök úrral a vezérszékben. Hallott már maga a népjóléti miniszter? Csak a választás, meg ez a humbug, az tessék itt vagyunk, alkoholista. Milyen alkoholista? Ha legalább 10 perce nem ittam semmit, legalább 10 perce! Na, elhum vagyok. György, mindjárt jönnek az urak, hölgyek, urak, nem tudom, ki fogja meg. Elkölcsi bizonyítványt szeretnék addig, mert akkor elintézném a kopét a fegyet. Elkölcsi bizonyítvány, az kell neki, piros kis munkakönyv kell neki, Mao Tse-tungos! Mao Tse-tungos, matrica gyűjtővel, meg sztálinos! Mi a neve? Magyar György vagyok. Tartsák ki, Guldár, mindjárt itt tesznek, hozzak neked friss ennivaló! Látom, mi történt? Nagyon meg van nyomorodva, látja, hogy antigravitációsan esett össze.
Úgy leszett a vércukra, hogy a gravitáció se hat rája. Hiha, hiha, hiha. Várjon egy kicsit, mindjárt segítek rajta. Mi kötekedni akarsz? Kötekedni akarsz? Hozzam én a kötőt, itt megtanítanak, mint nagyanyát kötekedni, leszed! Te! Kopasz tisztó, kopasz barát! Jaj, azt mondom, jaj, a fogom! Te a tisztó! Aj, aj, aj. Helyezzék be nagyon gyorsan. Aj. Jó vagy, jó vagy, lehet, hogy... Aj, ezek kötekedik a kopasz barát, kötekedik itt az a sztálinista emberke van. Tudni, mi folyik itt? Örültek. Jöjjön. Na most mi? Mi van itt, kollégánk? Örültek háza, itt az úr valamiért nagyon ideges lett, nem tudom mi a problémája. Ideges? Azt mondta, hogy meg kéne engem gumipotaszni olyan helyeken, ahova nem süt be a nap! Hát, milyen ületlenséged? Aztán ilyen lesz, ebből lesz a rendőr, kérem szépen! Hát ez milyen sértő dolog már, én már nem csövezetek szabadon! Nyugalom, az ő! Nyugalom, uram, mi sem megyünk az ön házába. Ordibálni, hogy jön a mi házunkba ordibálni. Nyugalom. Nyugalom, nem fogja senki meggumibotozni. Nyugalom, erre a szavamat adom, erre a szavamat adom. Hát mi az, hogy olyan helyre akarja tenni a gumipottyát, ami még nincs is neki, ahol nem süt be a nap? Hát milyen csúnya dolog ez már, hát ilyenre gondolját. Tisztességes férfi ember, hát én még szuper hetero vagyok, kérem szépen. Hát már nem vagyok ilyen mostani fiatal ember, mint ezek. Hát kertvárosi vagy nem kertvárosi, ez az új évszázad, azt mondják, hetero vagy buzi, nem számít, nem is. Nem probléma, nem. Én nem vagyok ilyen, kérem, hát én még a puncit szeretem. Na persze, hogy ne. Meg is értem. Miben segítetek az úrnak egyébként? Ott a barátom, leesett neki a vércukra, annyira leesett neki a vércukra, hogy a gravitáció se hat rá. Látja, ott van az autóhatárnál a mentős, próbálja megmenteni. Az elméletileg ment, meghalt egyébként. Meghalt? Meghalt. Úristen, kuldár! Adhatok egy zsebkendőt. Kuldár! Nem lesz tiéd a torony. Nem lesz tiéd a torony, amikor elkészül, hamarabb elkészül. Örültek házam a légy úr. Kuldár, a Istenem. Jöjjön velem, uram, egy percre, jöjjön velem. Jöjjön. Na Istenem, te jó is voltam vele, mesémet úgy meséltem. Hát ez egy áldott jó ember volt. Oda is adom itt a barátjának az úrnak a dolgait, holmiait. Jó. Egyébként ő az egyik úriember, aki magát majd elkíséri. Igen. Aha. Lerj, jönni velem! Elviszem a halfajt, elviszem. Tegény kultát. Nem tudom, hogy mi van vele. Meg elvileg lesz még egy, de fogalm sincs. Rablásunk hogy áll? Ajjaj. Oceáni az, hát ott az egyik elkövető az lent van, a másik... Az egészség. Nem volt ez a működő sajnos. Itt oda is adom itt a úrnak a holmiait, a barátja holmiait. Jaj, ez volt a kedvenc baseball ütője. Jaj, Istenem, még alá is írta neki, amúgy kiadt mondta. Jaj, nagyon szépen. Szívesen. Esetleg elvihettem magukat valamerre egyébként. Na, nem hiszek arra, hogy... A híd alatt lakunk. Tegénynek lenni. Híd alatt lakunk. Én árva lenni, én. Az úriember meg szerencsétlennek lenni, szövesnek lenni. Pont most fogadta örökbe ezt a lehányzót a kultár, azt már meg is volt, rántja már kétszeres árva. Hát annyira szerencsétlen nem lehet az élet, hogy így kibaszik a lányokkal, az nem itt szegény. Akkor várnak még itt egy pár percet, itt a szorra is adnám önöknek. Sajnos csak ennyi van nálam. Jaj. Ez valameddig biztos elég egyenként. Jöjjenek, valamerre elviszem önöket mondjuk egy kórházba esetleg valami ellenben. Jó. Az jó lenne. Kórház, jó. Jöjjenek. Megnézhetem a kloakámat!